Akár 100%-os fagykár is érhette a gyümölcsös kerteket az április 21-én hajnalban érkezett fagy miatt. A megyében volt olyan terület, ahol a mínusz 6 fokos hideg teljes ültetvényeket tett tönkre. Az áprilisi fagy, a cseresznye, a megy, valamint a földi eper ültetvényeken is okozott jelentős pusztítást. Bányi Gábor kertjében a fagyot követő második napon jártunk. Már akkor látszott, hogy a megfagyott gyümölcskezdemények bebarnultak. A szakember elmondta, a gyümölcsöt kettévágva jól látszik, hogy a belseje is barna vagy fekete. Az ilyen sérült gyümölcs nem fog kifejlődni, vagy rosszul fejlődik, deformált lesz. Ennek következtében hiába növekszik tovább a gyümölcs, heteken belül vagy akár a 20 mm-es nagyságot elérve is lehullhat. Két méter magasságig szerintem egy olyan 30%-os fagykár írt a cseresznye ültetvényemet. Még nincs tragédia véleményem szerint. Ez úgy fogalmazok, hogy egy erős termisítgatásnak megfelel. Ha nem ér újabb hideg, jég, egyéb ilyen probléma, akkor a technológiát betartva egy nagyobb átmérő gyümölcsöt tudunk elérni, vagy gyümölcs méretet tudunk elérni, ami még esetleg pozitív is lehet az értékesítés folyamán. Tulajdonképpen az a fagy hatása az a sejtekben lévő víz és szövetekben lévő víznek a megfagyását, hirtelen megfagyását jelenti. Ez okozza a szövetekben a feketedést, elbarnulást, elhalást. Bányi Gábor gyümölcsös kertje nem szenvedett végzetes fagyást, azonban a megyében nem minden gazda volt ilyen szerencsés. Az eddigi bejelentések alapján a térségben a cseresznye, a megy és a szamóca sok helyen 100%-os fagyáskárt szenvedett. A Földművelésügyi Minisztérium arra hívta fel a gazdák figyelmét, hogy május 23-áig van lehetőség bejelenteni a károkat. Vendégem a stúdióban Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Elnök úr, milyen nagy a baj itt a megyében? Mekkora területet érintett a fagykár? Hát a megyének a déli részét érintette, főleg a Nagykárlói és a Nyírbátori járást, ahol a mínusz 4 és a mínusz 6,5 fok is előfordult. Ezekben a járásokban nagyon mértékű, van 3 járás a Csenger, Fehérgyarmat és Máté Szalka, ahonnan nem jelentettek. Hál' Istennek ott semmilyen mértékű nem szenvedett el ezek a járások. A többi járásokban vannak olyanok, ahol még területen belül is, egy-egy tábla méreten belül is vannak eltérések. Van, akinek az 50%-ot is meghaladja, és van, akinek ettől csekélyebb az összesítések a Földművelésügyi Igazgatóságnál, a bejelentések, mint ahogy a bevezetőben is elhangzott, meg lettek hosszabbítva 15 nap után is, és a területalapú támogatás igénylésének a beadásig be lehet jelenteni ezeket a fagykárokat is, amire eddig 15 nap volt lehetőség. Én úgy gondolom, hogy ma egy összesítést végeztünk ide készülve, körülbelül 500 bejelentést dolgoztunk fel, ez körülbelül 1600 hektárt jelent, amiben változó mértékű kár keletkezett. Az igazgatóság folyamatosan közben ellenőrzi ezeket a bejelentett ültetvényeket. Sajnos vannak benne olyanok is, amikor indokolatlanul kell kimenni az ellenőrzést végezni. Most itt a médián keresztül is arra kérnék mindenkit, hogy aki kárt szenvedett, csak az tegye meg ezt a bejelentést, hogy ne kössük le ezeknek a szakembereknek az idejét azzal, hogy az időt eltöltik, és közben ott megegyeznek, hogy még sincs kár. Vannak károk minden járásban, a felsoroltak, csak a mértékénél egy kicsit legyünk óvatosak. Milyen gyümölcsösöket, milyen ültetvényeket ért a legnagyobb kár? A legnagyobb kár területileg is ugye a megyében van, az almában van a legtöbb. Ebből a közel 1600 hektár az, amit 500 bejelentésből leszűrtünk. Ez közel van az 1100 hektárhoz csak az alma, és a többi a cseresznye, a megy, a szamóca, dió, őszi barack. Az őszi barackban mondhatnánk, és a dióban, hogy a 100% közeli, ugyanis ezek érzékenyebbek mondjuk az almától. Mit jelent ez a megye agrárgazdasága szempontjából ebben az évben? Hát a gyümölcstermesztőknek ugye súlyos csapágy, minden tavasszal azért reszket a zöldséggyümölcstermesztés, hogy ennek következembe most sajnos bekövetkezett. Nagyon jó idő volt márciusban, a gyümölcsösök korán megindultak, és sajnos ez a hideg kárt
okozott bennük. Én úgy gondolom, hogy a felvezetőben is elhangzott, még korai lenne ezeket a károkat túlbecsülni. Úgy gondolom, hogy a tisztuló hullás után lehetne azt mondani, hogy mennyire befolyásolja, de az tagadhatatlan, hogy egy olyan virágzás után vagyunk, ami ritkán szokott előfordulni, mindenki csúcstermést regisztrált a virágzás alkalmával, ez oszlott most szerte ebben a fagykára. Az a kártalanítás, amire most regisztrálhatnak a gazdák, illetve jelentkezhetnek, benyújthatják az igényüket, ez milyen százalékban, milyen mértékben tudja őket kárpótolni? Én úgy gondolom, hogy ez a kárenyítési rendszerben van egy kis javítani való, amire teszünk javaslatot, hogy ez minél könnyebben hozzáférhető legyen a kárszenvedett gazdák részére, de ha a jogszabályt betartjuk és üzleti alapon is gondoskodik a termelő magáról és köt egy üzleti alapú biztosítást, ami majd később a kötelező kárhenyítésből egy 100%-os hozamkiesésnek a 80%-ára ad majd biztosítékot, azok én úgy gondolom, hogy átvészelhetik ezzel a segítséggel. A keret most tavaly nem lett felhasználva, bőségesen van benne forrás, az úgynevezett 24 milliárd, amiből ezt lehet rendezni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy kis könnyítéssel azok a termelők, akik nagyobb kárt szenvedtek is, túl fogják vészelni ezt a hideg napokat. Országos viszonylathoz képest Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mennyire sújtott a fagykárban? Körülbelül 10-11 ezer körül van a bejelentett károknak a száma, sajnos abból 6 ezer az itt van nálunk. Az almából ugye itt termeljük a 65%-át, megyből is a háromnegyed részét, úgyhogy itt okozott még így is, hogy változó helyszíneken voltak ezek a fagyok, a legnagyobb bejelentési szám is, és a kárszenvedett területek is itt vannak. Mi a teendőjük a gazdáknak, aki még eddig nem tett bejelentést, hová forduljon? Nyilván az FM igazgatóságon be kell ezt jelenteni, ők kimennek, és akkor meg fogják állapítani, hogy milyen mértékű a kár, és akkor itt is egy segítséget szeretnék kérni, vagy az FM igazgatóságtól, vagy az MVH-tól, hogy amikor kap egy határozatot a tulajdonos, sajnos sokan azt gondolják, hogy ezzel eleget tettek a kötelezettségüknek, és ebbe a határozatba közölni kellene a termelővel, hogy nincs vége, hanem szeptember 15-ig be kell fizetni a kárhenyítési alapban, amit majd a terület alap támogatás bevallása után az MVH kiszámol, és annak be kell érkezni szeptember 15-ig, és november 1-től november 30-ig megint meg kell keresni a falugazdász hálózatot, és ki kell számolni azt a bizonyos hozamkiesést, ami után meg fogja kapni a támogatást. Ezt csak azért tartom fontosnak elmondani, mert most is több 10 millió forint maradt oda az MVH-nál, ugyanis sokan elhelyezik ezt a kis határozatot, hogy ő mindennek eleget tett, és már senkinek, vagy sok mindenkinek nem jut eszébe, hogy szeptemberben ezeket a kötelezettségeket még elvégezze. Az Agrárgazdasági Kamara hogyan tudja segíteni a gazdálkodókat egy ilyen helyzetben? Hát akik nem keresik meg a falugazdász hálózatot, azok telefonon felhívják azoknak a gazdáknak a figyelmét, akinek nyilván helyiek ezek a falugazdászok zömében, és tudják, hogy nagyjából ki nem volt még, és akkor a falugazdász hálózaton keresztül, a gazdákon keresztül felhívják a figyelmet, hogy szóljál a szomszédodnak is, mert le fog járni ez a bizonyos határidő. Én úgy gondolom, hogy van már olyan szoros, kiépült kapcsolat a termelők és a falugazdász hálózatok között, hogy senki nem fog kimaradni, aki jogosult lenne erre az igényre. Elnök úr, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és reméljük legközelebb valamilyen kedvezőbb hír kapcsán fogjuk tudni meghívni. Köszönjük szépen a lehetőséget, és én is ebben reménykedem.